Üdvözlöm nézőinket, friss napszemlét láthatnak, már is mutatjuk, miről lesz szó. 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték az orvost és asszisztenst munkavégzés közben megtámadó személyt. Három férfi színész sűríti másfél órába Shakespeare életművét a figura legújabb produkciójában. Hétvégén tartják a Güdüc MTB-t, még lehet nevezni a hegyi kerékpár versenyre. Szabadlábon védekezhet az a gyergyószentmiklósi lakhelyű személy, aki a gyanú szerint bántalmazta a kórház sürgősségi osztályán ügyeletet teljesítő orvost és nővért. Az ügy viszont nem zárult le, a kivizsgálás folytatódik. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Marosvásárhelyen fogták el azt a gyergyószentmiklósi lakhelyen rendelkező személyt, aki a gyanú szerint bántalmazta a kórház sürgősségi osztályán ügyeletező orvost és asszisztenst, miközben hozzátartozóját látták el. A 31 éves illetőt múlt szerdán kísérték be a rendőrségre, 24 órás fogvatartását követően hatósági felügyelet alá helyezték, és szabadlábon védekezhet. Noi am plecat pe urmele lui, încă de la început aveam bănuieli rezonabile despre cine este persoana agresoare. L-am și identificat cu sprijinul colegilor noștri, după cum știți, din județul Mureș, de la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în chiar municipiul Târgu Mureș, acolo unde știam că de altfel el petrece cel mai mult timp, deși domiciliul lui nu e acolo. L-am reținut pentru 24 de ore, el a fost depus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, însă ulterior s-a dispus o altă măsură preventivă față de persoana în cauză, astfel încât acesta va fi cercetat în stare de libertate, dar cu o altă măsură preventivă, după cum vă spuneam. A vizsgálódás az ügyben folytatódik, hiszen súlyos testi sértés és rongálás írható a gyanúsított számlájára. N-am încheiat acest dosar, el este în lucru, cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunilor pe care dumneavoastră le știți deja. Vorbim despre agresarea medicului respectiv și despre anumite distrugeri pe care le-a provocat acolo, pentru că au suferit deteriorări mai multe echipamente medicale de la spitalul din Gheorgheni. A gyergyószentmiklósi ügyészség döntése alapján 60 napos hatósági felügyelet alatt van, szabadlábon védekezhet jelenleg az illető. Hargita megyében ma délelőtre tovább emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, de már senki sincs karanténban vagy otthoni elkülönítésben. A prefektusi hivatal közleménye szerint a Hargita megyében eddig igazolt 342 fertőzött közül 11 személy elhunyt, 261-en meggyógyultak, 70 fertőzöttet pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak megfigyelés alatt. Egy több éves folyamat eredményeként hiánypótló magyar nyelvű alapképzés indul el szeptembertől a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi központjában. A meglévő agrármérnöki szak mellett ősztől erdőmérnöki szakra is lehet jelentkezni. Összesen 30 helyet hirdet meg a tanintézmény. A beiratkozás július 8-án kezdődik. Szeptembertől két új alapképzés is elindul a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Míg a kolozsvári kampuszon néptáncművészeti és néptáncpedagógiai oktatást tartol, addig a Sepsiszentgyörgyi központban idén a meglévő agrármérnöki szak mellett erdőmérnöki szakra is várják az iratkozni vágyókat. Mint megtudtuk, a hiánypótló magyar nyelvű képzés egy hosszas folyamat eredménye, amire igen büszke a felsőoktatási intézmény vezetősége. Gyakorlatilag az egyetem fejlesztési stratégiájában valamikor 2013-ban látott nyomdafestéket az a kezdeményezés, az az irányzat, hogy az egyetem terjeszkedjen új oktatási helyszínek, illetve bővítse a képzési palettát további hiánypótló szakokkal. Ekkor fogalmazódott meg igaz a Sepsiszentgyörgyi helyszín, ahol létrejött a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ, illetve ugyanekkor hangzott el az, hogy az indítandó szakok között az agrármérnöki mellett mindenképpen az erdőmérnöki képzésre, alapképzésre is szükség van. Most távlatilag visszagondolva, egy laikus azt mondja, hogy ez valóban nagyon hosszú. Én azért, mint ennek a részese tudom, hogy ez idő alatt mindvégig komoly törekvések voltak, de ennyit váratott magára ez az új szakindítás, ameddig igaz, megkapta törvényes elvárásoknak megfelelő engedélyeztetést.
Összesen 30 helyet hirdet meg a tanintézmény, ebből 25 tandíjmentes, a fennmaradó 5 pedig költséghozzájárulásos. A beiratkozás július 8-án kezdődik, ez szintén díjmentes idén, és online módon történik, csak úgy, mint a többi szak esetében. Romániában most már vagy 8 helyen folyik ilyen jellegű képzés. Nyilvánvaló ott van a történelmi múlttal rendelkező Brassói Transzilvánia Egyetem, illetve ott van a Szucsávai Egyetem, de emellett még mindig 6 más helyszín, illetve intézmény keretén belül biztosítanak ilyen jellegű képzést, de magyar nyelven mindenképpen egy hiánypótló felsőfokú képzést, alapképzést jelent a Szapienca keretén belül induló erdőmérnöki szak. A Sepsiszentgyörgyi Egyetemi Központ igazgatója elmondta, tervben van egy modern kampusz építése a Kovászna megyei városban. Jó hír, hogy a területet már sikerült megvásárolni, jelenleg pedig a tervezés fázisában van a kivitelezés. Közzétette a bukaresti oktatási minisztérium az érettségi végleges óvások elbírálása utáni eredményeit, így az átmenési arány 64,5%-ra emelkedett az óvások előtti 62,9%-ról. Az idei érettségi első eredményeinek közzététele után 62.790 óvást nyújtottak be, ebből 23.954-et román nyelv és irodalomból, 492-t anyanyelvből, 20.741-et a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, és 17.603-at pedig a szaknak megfelelő választott tantárgyból. Rendhagyó körülmények között a szokottnál jóval szűkebb körben tartották meg idén az Ezer Székely Leány napját Csíksomjón. A résztvevők fegyelmezetten a távolságtartást figyelembe véve ünnepeltek. A járványhelyzet miatt csupán kevés résztvevővel zajlott le az Ezer Székely Leány napja idén. Csupán a Szent Misét is egy szűkebb körű találkozót tartottak a somlyói nyerekben, a Hargita Székely Népi Együttes szervezésében. Mondhatnánk, hogy újra itt van az a nap, amikor fekete-piros, fekete táncot jár Székelyföld, amikor a rakaják pörgésétől, a dobbanó csizmáktól, énekek és muzsikaszótól hangos a város, amikor százak ajkáról hangzik fel az ima Csíksomjón, amikor ezernyi népviseletbe öltözött leányt és legényt örökít meg a fényképezőgép, vagy őseink táncát járva mutatjuk meg a nagyvilágnak, hogy itt vagyunk, és mindaz, amiről a mai nap szól, az jelentette és jelenti számunkra a biztos fogózót, de sajnos a mai napon nem tehetjük. De amit megtehetünk, és a jelen feladata is egyben az az, hogy vigyázzunk a székely leányainkra. Vigyázzunk, mert ők lesznek a holnap asszonyai, ők lesznek a tűzőrzői, a jövő nemzedék felnevelői. És ha egy székelyány szeretetben, hitben, nemzettudatban nevelkedik, akkor annak gyermekei majd felöltik magukra a viseletet, azt a viseletet, amelyet a mi anyáink, nagyanyáink vartak, hogy vértként védelmezze nemzetünk hitét és kultúráját. Az Ezer Székely Leány napja nehéz időkben született. A 2020-as év is azoknak az időknek számát gyarapítja, de ne feledjük, a nehéz idők erős embereket szülnek, és az erős emberek jó időket hoznak el. Csíkszered a polgármestere is üdvözölte a résztvevőket. Együtt kell üzenjünk a nagyvilágnak, hogy a székely népviselet, az Ezer Székely Leány napja, az olyan fogódzó, hogy minden időkben arra fele fordulhatunk, minden időben onnan indulhatunk, ha úgy tetszik, újra kezdhetjük a megszakadónak látszó életünket. Hosszú évszázad van mögöttünk. Kemény harcok, küzdelmek évszázada. És ha valaki úgy gondolja, hogy ez a nap, ami az elmúlt 30 évben nagyjából zavartalanul lezajlott, és az Ezer Székely Leányok napja nevet viselte, valamikor csak úgy spontánul létrejött, és csak egy nap volt, akkor az nem tudja, mi a küzdelem, nem tudja, mi a harc, mi az erőfeszítés, mert hogy ez több éves munka volt, a Kaláka mozgalomnak több éves kibontakozása eredménye, hiszen, bár ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, nincs győzelem, küzdelem és szenvedés nélkül.
nincsenek eredmények erőfeszítések nélkül. Nem lehet kivenni onnan, ahova nem tettünk be, nem lehet aratni, hogyha nem vetettünk, hogyha nem gyomláltunk, hogyha nem vigyáztunk az éppen szárba szökkenő termésre. Közös táncra is sor került, a résztvevők külön-külön ropták, csupán az egyháztartásban élők táncolhattak együtt. A közös fényképezés is másként történt, mint szokott. A másfél méteres távolság betartásával örökítették meg a résztvevőket. Állatonként 100 eurós támogatást adna a mezőgazdasági minisztérium a hús- és tejmarha tartó gazdáknak. A kedvezményezettek legkevesebb 5 és legtöbb 70 állatra kérhetnek támogatást, így maximálisan 7000 eurót kaphat egy gazda. A támogatás még nem kapott zöld utat a kormány részéről, erről várhatóan a kabinet soron következő ülésén tárgyalnak. Hasonló támogatásban részesítenék a jó és kecsketenyésztőket is. Három férfi színész sűríti másfél órába a Shakespeare életművét a Figura Stúdió Színház legújabb produkciójában. Vidám másfél órás darab állt össze Barabás Árpád rendezésében. A Shakespeare összes rövidítve egyfajta élő Shakespeare album, amely a neves drámaíró legnépszerűbb műveinek ismert jeleneteit viszi színpadra, és egyben a nézőköz közelebb egy közvetlen és humorban nem szűkölködő előadásban. A mindössze három színészre írt komédia betekintést nyújt a drámaíró életművébe. Ez gyakorlatilag egy Shakespeare összes röviden, a Sörennek a rövidítése. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy három férfi színész megpróbálja eljátszani a teljes Shakespeare életművet. Ennyit jóhéjban, persze ezt mindezt viccesen teszik, tehát nem egy véresen komoly műfaj, viccesen, de igényesen. Ugye most a diákoknak viszonylag sekélyes a világirodalom oktatás az iskolába, ezzel mi nem akarjuk bepótolni azt, amit nem lehet, de hogyha eljönnek, vagy egy átlagnéző eljön, akkor gyakorlatilag kaphat egy ilyen Shakespeare kapszulát, amiben hát, hogyha azt elérjük, hogy mondjuk az egyiket hazamegy, elolvassa közülük, akkor már nyert ügyünk van, de hogy mondjuk egyre többen tudják még egy darabig azt, hogy van ilyen, hogy Hamlet, meg van, hogy Julius Cézár, meg hogy Rómeó és Júlia, tehát hogy igazából nem kell különösebben Shakespeare tudósnak lenni, hogy valaki ezt megnézze. A jelenetek mindig, tehát hogy a egyes darabokból általában az ikonikus jelenetek szerepelnek benne, tehát mint az erkély jelenet, vagy a lenni, vagy nem lenni, tehát ezekről meg szerintem mindenki tud. Az előadás egyfajta csapatjátékként is működik, mivel a bőséges színházi eszköztárat felvonultató produkcióban a színészek, amellett, hogy több karaktert alakítanak, technikai feladatokat is ellátnak a színpadon, a nézők így a színpadi apparátusba is betekintést nyerhetnek. A színészek felkészültek arra is, hogy kevés néző előtt kell játszaniuk, és visszajelzést sokkal kevesebbet kapnak, mint rendes körülmények között. Ez egy komédia, ezt így nagyjából, ahogy a rendező is mondta, nagyjából úgy lehetne értelmezni, hogy ez olyan, mintha a mesteremberek a Szent Ivánéi álomból összeálltak volna, és most egy ilyen sűrítve eljátszák a Shakespeare összest. Tehát ez egy ilyen komédia végül is. Amellett, hogy az emberek kapnak egy keresztmetszetet mondjuk Shakespeare életművéből. De mivel komédia, ezért jó lenne, hogyha minél több ember lenne, és nem lenne rajtuk maszk, de sajnos ez most így lesz. Úgyhogy ez olyan szempontból talán egy kicsivel nehezebb, hogy színészként ennek tudatában kell lenni, és ez nem szabad, hogy befolyásoljon minket. Az előbemutatóra július 10-én és 11-én este 9 órai kezdettel a Living színpadon kerül sor. A helyek száma korlátozott, ajánlott az előzetes helyfoglalás. A maszkviselés ezúttal is kötelező az előadás teljes időtartama alatt. Belépéskor pedig mindenkinek testhőmérsékletet mérnek. A kormány idén 10%-kal tudja megemelni a nyugdíjakat. A 40%-os nyugdíjemelés katasztrófát jelentene az országnak a jelenlegi válságos helyzetben, mondta Florin Kőcu pénzügyminiszter tegnap este egy televíziós műsorban. A miniszter közölte, a kormány politikai megoldás fog találni, hogy ne kövessen el törvényszegést azzal, hogy szeptember 1-től csak 10%-kal növeli a nyugdíjakat. A törvény ugyanis 40%-os nyugdíjemelést ír elő. 5. alkalommal szerveznek hegyi kerékpárversenyt a Gyergyószárhegyhez közeleső Güdücön július 12-én. A megmérettetésre folyamatosan lehet jelentkezni, és ezúttal is lesz az 50-es és 30 kilométeres táv mellett gyerekeknek szánt 6 kilométeres útvonal, amelyen az egész család együtt kerekezhet végig.
A visszaszámlálás elkezdődött, július 12-én szervezik meg az 5. Gülüci-hegyi kerékpárversenyt. Ebben a szezonban ez lesz az első ilyen jellegű megmérettetés, a lebonyolítására ezúttal sajátos feltételek mellett kerül sor. Az idén a vírus miatt a Romániai Szövetség, Biciklis Szövetség kiírt egy előírást, ami szerint megtarthatjuk a versenyt bizonyos feltételek betartásával. Ez lázmérés hasonló, mint a bevásárlóközpontokban, maszkviselése a beiratkozásnál, és amennyire lehetséges az indulásnál a 2 méter megtartása. Persze a versenypályán ez már nem aktuális, mert ott mindenki szétszóródik, ott nem szükséges a 2 méter, mert lesz több is, és próbáljuk betartani az óvintézkedéseket. Az előkészületek már egy hónappal ezelőtt elkezdődtek, hiszen a támogatók megkeresése mellett az útvonalakat is ki kellett jelölniük. Ezzel kapcsolatosan módosításra volt szükség. Most takarítjuk a pályákat, nézzük meg az útvonalakat, az 50 kilométeres távunk megváltozott, az felmegy Ditrópatakán, Benneveszélyben, a kék sávjelzésen fog felmenni Pricskére, onnan a piros pontjelzésen lemegy Gülücre. A 30 kilométeres távunk ugyanaz, és a 6 kilométeres gyerektávunk is maradt ugyanaz Gülüc körül egy 6 kilométeres kör. A 30 kilométeresen 14 évtől felfele jöhetnek a versenyzőink, ott azért ajánlott egy jobbacska bicikli, nem kell nagy felkészültség, az is teljesíthető. Az 50 kilométeres pályánk az egy nehezebb pálya, oda azért ajánlott, aki többet biciklizik, hetente bár 2-3-szor, és a biciklije is megfelel a terephez. A két hosszabb táv mellett ezúttal is gondoltak a gyerekekre, akiknek egy 6 kilométeres, emelkedőmentes, könnyen teljesíthető távot is kijelöltek. Így családdal együtt is részt lehet venni a megmérettetésen. A rövid szakasz, a 6 kilométeres, az gyerekeknek készítettük, így teljesíthető bárki számára, úgy szülő is, aki nem gyakorlott biciklis, és úgy gyerek számára is. És mindenképp buzdítjuk a gyerekeket, hogy jöjjenek erre a versenyre, mivel nem csak egy verseny, hanem egy élmény is ez számukra. Érkező érmel belrészesülnek a versenyzők és további apró meglepetésekben. A felnőtteknél díjazáskor kategóriánként az első 3 legjobban teljesítőt jutalmazzák. A verseny tehát július 12-én lesz. Azt megelőzően július 8-áig lehet online benevezni a Gülüc MTV Facebook oldalán, vagy a képernyőn látható internetes felületen. A gyerekeket a verseny napján kell regisztrálni, hiszen szülői beleegyezés szükséges a részvételhez. Az említett internetes oldalon térkép található az útvonalakról és információ a programmal, valamint a szabályzattal kapcsolatosan is. Mindeddig 260-an jelentkeztek az ország több pontjáról a versenyre, közöttük hivatásos kerékpározók is, de Magyarországról is többen jelezték részvételi szándékukat. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték az orvost és asszisztenst munkavégzés közben megtámadó személyt. 3 férfi színész sűríti másfél órába Shakespeare életművét a figura legújabb produkciójában. Hétvégén tartják a Gülüc MTB-t, még lehet nevezni a hegyi kerékpárversenyre. Fit percek következnek, most majd az önkormányzati figyelő lesz műsoron, viszontlátásra!